Köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét, jó estét kívánok! Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják, kérem tekintsék meg ma esti műsorajánlónkat! Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Teleki Zoltán Karcag rendőrkapitánya. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Teleki Zoltán Karcagváros rendőrkapitány, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat és el tudott hozzánk jönni. Köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a kedves televízió nézőket. Hát nagyon sok mindenről lehet beszélgetnünk, egy olyan jó hónapja volt utoljára itt nálunk interjún, és megbeszéltük ugye, hogy gyakorlatilag havonta fogunk majd készíteni önnel mindig egy-egy újabb riportot, mert mindig vannak nagyon aktuális események, történések, akár a városban, akár a kapitányság területén. Kezdjük talán azzal, hogy véget ért a turisztikai szezon, a turisztikai idény. Milyen beszámolót tudna nekünk adni, milyen képet láthatunk erről a szezonról, hogyan zártak? A rendőrség intézkedési tervet dolgozott ki a turisztikai idény kezdetét megelőzően. Mind a megyei rendőrfőkapitányság, mind a karcagi rendőrkapitányság készült arra, hogy a ide látogató vendégek zavartalanul, félelemmentesen pihenhessenek. Úgy gondolom, hogy a kitűzött célokat végrehajtottuk. Persze történt néhány jogsértés, volt súlyosabb is, például Berekfürdőn egy gépjármű lopás, aminek az elkövetőit sikerült földerítenünk, de elmondható, hogy összességében úgy gondolom, hogy jó szezont zártak maguk az idegenforgalmi szolgáltatók is, amihez a rendőrség minden segítséget megadott. Megerősített jelenléttel voltak egyébként a turisztikai szezon alatt? Tehát volt segítségük, vagy helyből oldották meg? Amikor szükség volt, ha olyan rendezvény volt, akkor természetesen kaptunk a megyei rendőrfőkapitányságtól, illetve a készeti rendőrségtől is megerősített erőt, de mivel folyik a 19/24-es program továbbra is december 31-éig, azaz a kollégáim fizetős túlszolgálat ellenében látnak el plusz szolgálatot, így nagyrészt saját erőből meg tudtuk oldani azt a plusz rendőri jelenlétet tudtuk biztosítani, ami szükséges volt ahhoz, hogy folyamatosan jelen legyünk azokon a helyeken, ahol indokolt volt a fokozottabb rendőri jelenlét. A police.hu internetes portálon, ugye ez a magyar rendőrségnek az internetes felülete, aki ezt mondjuk böngészi, akkor felfigyelhetett arra, hogy mondjuk ha Abátszalókon történik egy bűncselekmény, akkor úgy kezdődik a beszámoló róla, hogy a karcagi rendőrkapitányság. Mi történt a kapitányság területén? Erről számoljon be nekünk. Igazak a hírek, hogy több települést is ide csatoltak hozzánk? Július 1-től a rendőrkapitányság illetékesség területe megnövekedett. Egy jogszabály változás kapcsán a Kunhegyes és a karcagi járáshoz tartozó települések most már a karcagi rendőrkapitányság illetékesség területéhez tartoznak. Ez 6 település jelentett, Abátszalók, Tiszabura, Tiszabő, Tiszagyenda, Tiszarof és Tomajmonostora. Ezen 6 település hozzánk csatolásával a megye legnagyobb területű rendőrkapitánysága lett a karcagi rendőrkapitányság, és hát a turisztikai idényből még ki tudtuk venni a részünket úgy, hogy a Tiszató kapcsán, Abátszalók kapcsán is voltak feladataink. Hogyan képzeljük ezt el? Mindenhol, akár Tiszaburán, tehát mindenhol vannak rendőrök, vagy innen járnak át, hogyan végzik a munkájukat? Természetesen az illetékesség terület növekedésével az ott szolgáltatott teljesítő kollégák is
a karcagi rendőrkapitányság állományába kerültek, így egy jelentős létszám növekedés következett be. Nagy kapitányság, kiemelt kapitányság lett a karcagi rendőrkapitányság, közel 140 fős állománnyal a megye harmadik legnagyobb kapitánysága. Személyzetileg változott-e valami? Személyzeti változások történtek, több alosztály jogállású szervezeti egységből osztályjogállású szervezeti elem jött létre, ennek kapcsán létszámfejlesztést is kapott a karcagi rendőrkapitányság, státuszokat kaptunk, amelyek egy része még nem volt föltöltve, a feltöltés az folyamatos, tehát egy nagyobb szervezeti egység jött létre. Sok helyen az igazgatásrendészeti alosztályból osztály jogállású szervezeti elem lett, a közlekedésrendészeti alosztályból osztályjogállású szintén létrejött a vizsgálati osztály, a korábbi vizsgálati alosztályból. Ezek mind-mind azt jelentik, hogy nagyobb állománnyal dolgoznak ezek a szervezeti elemek. Ha jól tudom, és a múltkor beszámolt erről, akkor egy osztály az átköltözött Kisújszállásra. Még egyszer mondja már ezt el a kedves televízió nézőknek, mert hallottam olyat, hogy nem, valaki nem tudta, hogy hova kell fordulni, bizonyos ügyeket intézni. Hát ennek okán, hogy nagy kapitányság lettünk, és ugye plusz létszámfejlesztést kaptunk, plusz kollégák kerültek az állományba, szűkösek lettek a rendőrkapitányságon az irodák számunkra, és kénytelenek voltunk ideiglenesen valami megoldást találni, és Kisújszálláson volt olyan szabad kapacitás, helység, ahova az igazgatásrendészeti egységet át tudtuk költöztetni. Természetesen addig, amíg az új rendőrkapitányság nem fog elkészülni, amire már nagyon várunk. Július 1-től az igazgatásrendészeti ügyfélfogadás, a fegyverügyintézés, a magánnyomozói, a vagyonvédelmi tevékenység folytatása az mind-mind Kisújszálláson történik. Úgyhogy a szabálysértési hatóság az ott működik a karcagi rendőrkapitányságnak. Reméljük, hogy minél hamarabb Karcagra vissza tudnak költözni, tehát jelenleg ott folyik az ügyfélfogadás. Ha már említette az új kapitányságot, akkor hogy halad a munka, mit lehet tudnunk a leendő épít, vagy a közeljövőben elkezdődő építkezésről? Információk szerint már mozgolódást láttak a területen. Számunkra is örömteli a hír, hogy már mozgolódás van. Amilyen információkkal én rendelkezem, az, hogy a közbeszerzési eljárás az már kiírásra került, és úgy tudom, hogy annak talán már van is eredménye a tervezés kapcsán. Hát a többi az pedig nyilván nem rajtunk múlik, tehát az ORFK, illetve a megyei rendőrfőkapitányság koordinálásával folyik a munka. Gondolom várják már nagyon, hogy elkészüljön a szép új épületük. Elkezdődött az iskola, ugye szomorú hír volt a gyermekeknek, szeptember 1-én becsengettek. Mik a tapasztalatok, a rendőrség hogy van jelen a tanévkezdés óta az iskolák környékén, vagy akár az iskolákban? Az iskola kezdést megelőzően a kollégáim az iskolák környékét feltérképezték, megnézték, hogy a jelzőtáblák szabályosan ki vannak-e helyezve, a gyalogátkelőhelyek felfestését leellenőrizték, és természetesen az iskola rendőrök, hiszen 23 iskola rendőre van a karcagi rendőrkapitányságnak, akik fölvették a kapcsolatot a tantestületekkel, jelen voltak a tanévnyitó rendezvényeken, és szeptember 1-től pedig mind az iskolakezdési napokon, illetve az iskola befejezésekor a lehetőségek szerint próbáljuk a rendőri jelenlétet biztosítani, azért, hogy a gyermekek balesetmentesen tudjanak az iskolába érkezni, onnan távozni, tehát hogy biztosítsuk a biztonságukat. Hogyan látja egyébként, hogy jobban figyelnek már az autósok ott az iskolák környékén? Én úgy gondolom, hogy mindig kell, hogy legyen ott rendőr. Természetesen figyelnek az autósok, de nem csak helyi lakosok. Tehát vannak olyan iskoláink, ugye, amelyek olyan főutak mellett vannak, ahol nagy átmenő forgalom van. Természetesen a helyi lakosok tudják, hogy hol az iskola, és ők óvatosabbak, de ez nem biztos, hogy elmondható egy átutazó gépjármű vezetőről, tehát én úgy gondolom, hogy folyamatosan kell biztosítanunk a rendőri jelenlétet az iskolák környékén. Folytatódik-e az iskola rendőr program? Mit jelent ez?
az iskola rendőre program folytatódik. Az iskola rendőreink havonta megjelennek, akár többször is az iskolákban, fölveszik a kapcsolatot a tantestület tagjaival, ahol szükséges, és amilyen prevenciós előadás szükséges, azt megtartják. Ha kell, külsős előadót is hívnak, és ez a program ez végig fog folytatódni a tanév kezdés végéig, vagy a tanév végéig. Milyen programokat terveznek még iskolákkal kapcsolatban? Előadássorozatot indítanak-e akár kábítószerekkel kapcsolatban, akár közlekedéssel kapcsolatban? Most is, ha jól tudom, akkor pályázati kiírások is voltak. Természetesen a Városi Balesetmegőrzési Bizottság kapcsán ismételten kiírtuk azt a rajzpályázatot, amit a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együtt a tavalyi évben is megrendeztük. Erre már érkeznek a pályaművek, és ahogy a tavalyi évben is nagyon sok és színvonalas rajz, illetve nyilván egy prózamondó része is van ennek a versenynek. Bízunk benne, hogy legalább ugyanolyan színvonalú lesz. Emellett mindenképpen el szeretném mondani, hogy folyamatosan az iskolákkal kapcsolatban vagyunk, és segítjük azokat a balesetmegelőzési, bűnmegelőzési programoknak a megvalósulását, amire van igény. Szintén újra kötöttük az együttműködési megállapodást azzal a két középiskolával, ahol az iskolai prevenció, a prevenciós előadónk folyamatosan teljesít, mondhatnám azt, hogy szolgálatot. Tehát a 14 év feletti korosztály még inkább veszélyeztetett, mind a kábítószer, mind a bűn megelőzés kapcsán. Úgy gondolom, hogy itt jó úton járunk. Egy nagyon-nagyon lelkiismeretes kollega, tapasztalt kollega, aki ezt kézben tartja, akinek mindenképpen mindig meg kell köszönni a munkáját. Csak pozitív visszajelzések jönnek ennek kapcsán. Az előbb mondott egy szót, segítség. Ha jól tudom, akkor szemléletváltás történt a rendőrségnél. Mi is ez pontosan? Egy úgynevezett intézkedési kultúraváltás történt a magyar rendőrségnél. A kollégáim minden esetben úgy kapják meg az eligazítást, hogy ahol tudnak a szolgálatuk során, ott elsődleges szempont, hogy segítsenek. Legyen az esetleg egy kivilágítatlan utcaszakasz, ahol mondjuk nem világít a közvilágítás, azt vegye észre és szóljon, legyen az egy gyermek áthaladása az úttesten, tehát differenciált rendőri intézkedéseket kérünk. Nyilván azokkal a deviáns személyekkel szemben, akik a társadalmi együttélés normáit nem hajlandóak betartani, akik a közösségre veszélyt jelentenek, azokkal szemben pedig a legszigorúbban kell eljárniuk. Szórakozó helyek, folytatódnak-e a razziák, ellenőrzések? Havi két alkalommal továbbra is, de van, hogy három alkalommal is tartunk szórakozóhely ellenőrzést minden településünkön. Erre lehet számítani. Ennek egyik fontos momentuma, hogy megelőzzük azokat a bűncselekményeket, amelyek esetleg kialakulhatnak. A szórakozóhelyeken legyen ez garázdaság, legyen ez esetleg a kábítószerrel kapcsolatos bármilyen jogsértés, vagy pszichoaktív anyaggal kapcsolatos jogsértés, úgyhogy ez egész évben továbbra is folytatódni fog. Van egyébként kábítószeres ügyük? Ezt is mindig megkérdezem, soha nem válaszol rá. Azt nem szabad eltitkolni, tehát ilyen van a kábítószer az illetékesség területünkön. Több büntető eljárás folyik jelenleg is kábítószer terjesztő személyekkel szemben. Ugye október van, és jönnek az októberi ünnepek. Mi a rendőrség feladata? Az október 23-ai ünnepség zavartalan lebonyolítása az mindenképpen egy nagyon fontos feladat. Természetesen itt van az aradi vértanúk kapcsán azok a megemlékezések, amit szintén biztosítanunk kell. És ezt követően pedig ugye jön a Mindenszentek november 1-e, ahol szintén az a feladatunk, hogy azok az emberek, akik kilátogatnak a temetőkbe, hogy a szeretteik sírját gondozzák, ápolják, megemlékezzék, ők nyugodt szívvel tudjanak a temetőkhöz kimenni, tehát egy fokozott rendőri jelenlétet fogunk biztosítani folyamatosan a temetők környékén, viszont itt fölhívnám a figyelmet, hogy maga a rendőrség az kevés, tehát a vagyonvédelem érdekében mindenkinek meg kell győződni arról, hogy bezárta a gépjárművét, hogy nem hagyott látható helyen értékeket a kocsiba, hogy amikor bezárta, meggyőződni, hogy az ablakok föl vannak húzva,
tehát a saját vagyonvédelem érdekében mindenkinek meg kell tenni mindent. Egyébként az elmúlt évek tapasztalatai alapján el lehet azt mondani, hogy így mondjuk halottak napja környékén, vagy pontosan akkor, mikor ugye nagyon sokan mennek a temetőbe, akkor több autófeltörés van, több lopás van. Mi a tendencia? Vagy azért úgy vigyáznak az emberek? Nincs több. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megint annak a prevenciós tevékenységnek a hozománya, amit folytat a rendőrkapitányság. Semmivel nincs több, sőt nagyon-nagyon ritka az illetékesség területünkön a gépjármű feltörés, tehát ebben az évben is egy kezemen is meg tudom számolni, hogy mennyi volt. Hál' Istennek! Idősekkel mi a helyzet? Trükkös tolvajok, csalók jártak-e a környéken az elmúlt időszakban? Hát a nyár folyamán szintén volt egy eset, amikor ismételten megjelentek a területünkön trükkös tolvajok, de szerencsére jelzést kaptunk. Nem engedte be az idős hölgy, úgyhogy úgy néz ki, hogy azt a folyamatos tevékenységet, felhívásokat, amit közzéteszünk, hogy annak van foganatja, itt is fölhívnám a figyelmet ismételten, hogy legyenek bizalmatlanak az idősek, zárjuk a kaput, ne engedjünk be idegent. Olyan kirívó esetről hál' Istennek nem tudok beszámolni, ami esetleg korábbi években jellemző volt. Ha már az esetekről beszélünk, az elmúlt időszakban történt-e valami nagyobb említésre méltó bűncselekmény az illetékességi területükön? Olyan bűncselekmény történt szóváltás következtében, amiben a megyei rendőrfőkapitányság illetékes nyilatkozni, megyei hatáskörű bűncselekményünk volt körülbelül egy hónappal ezelőtt. Arról én nem nyilatkoznék. Egyéb olyan bűncselekmény, ami úgy gondolom, hogy a lakosság szubjektív közbiztonságérzetét negatívan befolyásolná, nem történt. Maradjon szépen, hogy eljött hozzánk, és körülbelül egy hónap múlva visszavárjuk egy következő interjúra. Köszönöm, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, meg köszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, Domos László polgármester úrral beszélgetünk, hiszen az önkormányzat is csatlakozott a gazdakör felhívásához, és adományt gyűjtöttek. Mi is ez az adomány pontosan? A Nagykun gazdakör kezdeményezésére, egészen pontosan Hubai Imre elnök úr kezdeményezésére egy segítséget nyújt Karcagváros önkormányzata a határnál dolgozó, jelenleg a Baranyai és a Somogy megyei határnál dolgozó katonák, rendőrök számára. Különböző egészségügyi segédanyagokat jutottunk el hozzájuk, elismerve azt a hihetetlen nagy munkát és erőfeszítést, amivel szolgálják a hazát és védik országunkat. Mire a riport lemegy, addigra már meg is érkezik ez az adomány, gondolom, hogy megrázó lesz azért az a látvány, erről majd vissza fogunk térni, amikor megérkeznek, hogy mi is fogadta ott a csapatot, aki viszi ezt az adományt, de miért tartották fontosnak, hogy csatlakozzanak a gazdakör felhívásához? Hát én úgy gondolom, hogy már maga a gazdakörnek a kezdeményezése egy rendkívül támogatandó ötlet, hiszen ott élelemmel, meleg és hideg élelemmel fogják ellátni az ott szolgálatot teljesítő, ott dolgozó katonákat, rendőröket, és természetesen a élelem mellett nagyon sok mindenre szükség van, még így elsősorban egészségügyi felszerelése, abból van a legnagyobb hiány, illetve arra van a legtöbb szükség. Hát ezek egyszerű dolgok, kesztyűkre, kézfertőtlenítőre, 50.000 forint értékben nyújt segítséget az önkormányzat a számukra, és én csak biztatni tudok minden önkormányzatot, hogy tegyenek így hasonlóképpen, hiszen valóban az ott szolgálatot teljesítők védik az országot, védik hazánkat, és mi is kell, hogy gondoljunk rájuk, és védjük őket.
De azt gondolom, hogy példaértékű a gazdakör és az önkormányzat összefogása ebben az ügyben, és visszatérünk majd a tapasztalatokra. Hát ez így lesz, én is kíváncsi vagy, várom a híreket, hogy milyen eredménnyel járul ez a látogatás, hogyan fogadják ezeket az adományokat bizonyára jó szívvel. Az meg természetes, hogy a Nagykun gazdakör az önkormányzatnak mindig is jó volt, és ezután is jó lesz a kapcsolata. Köszönjük szépen! Köszönöm az érdeklődést! Huba Imre Csabával, a Nagykun gazdakör elnökével beszélgetünk, akik felhívással fordultak itt a környékhez, hiszen a határon szolgálatot teljesítő katonáknak, rendőröknek élelmiszert és egyéb adományokat gyűjtenek, melyet el fognak juttatni. Miért tartották ezt fontosnak? Hát ez azért fontos, mert egyébként nekünk a tagjaknak, kunhegyeseknek már hagyománya van annak, hogy annak idején, amikor Rákóczi Szabadságharc indult, kitelepültek a kartagiak Rakamazra, tehát ez egy történelmi alapokon nyugvó dolog, hiszen nap mint nap érzékeljük azokat a nehézségeket, amelyel a határon szolgálatot teljesítő katonák, rendőrök, határvadászok kell, hogy részt vegyenek. Ezért a információk alapján úgy állapodtunk meg az ottani közvetítő kollégánkkal, hogy gyűjtünk a katonák, rendőrök részére fertőtlenítő anyagot, gumikesztyűt, légzésvédőt, és pillanatnyi energiapótlásra olyan csokoládéket, amelyek nem olvadnak meg, tehát ha később kerülnek a étkezési lehetőséghez, akkor tudjanak energiapótlásként igénybe venni. Ezzel együtt a karcagi hungarikumot elvisszük nekik, 8 darab birkát fogunk megfőzni, és egy tiszai halászlevet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és sokan meg is mozdultak itt. Gazdakör tagok mellett ki mindenki csatlakozott még önökhöz? Hát az elsők között az önkormányzatok, a megyei önkormányzat, Karcagváros önkormányzata, a környékben, a Tiszasasról, a Nagykörűből, meg más településekről is folyamatosan érkeznek a adományok, és ezek az adományok azt teszik lehetővé, hogy egy olyan bázist építünk ki ott abban a azon a környéken, hogy folyamatosan ellátjuk ezeket a nemzettársainkat, hogy a szolgálatukat minél hatékonyabban, minél egészségesebben, minél jobb körülmények között el tudják látni, és érezzék, hogy a háttér országban élő nemzettársaik együtt éreznek velük, és ahogy ki tudják fejezni az együttérzésüket, ez néhány ilyen adomány, illetve hát elvisszük ezeket az étkeket nekik, hogy lelkesítsük őket, meg érezzék, hogy mellettük állunk ebben a nehéz feladatnak az ellátásába. Úgy tudom, hogy Baranya és Somogyba kerülnek ezek az adományok. Igen, a Baranya megye, Baranyába, Pécs környékére, illetve Somogy megyének egy részében, az ott teljesítő katonák részére szállítjuk, és hát ez azt jelenti, hogy a későbbiekben is kapcsolatot fogunk velük tartani. Reméljük, hogy nem tart olyan nagyon sokáig ez az invázió, aminek ugye az áldozatai lettünk, de úgy gondolom, hogy ha nemzeti összefogással, a kormányt is támogatva ezáltal, lelkesedve meg a hagyományok, történelmi hagyományokat figyelembe véve fogjuk ezeket a dolgokat biztosítani. A nemzettársaink, azok környékbeliek meg a más országrészekről is csatlakoznak hozzánk, akkor ezzel egy igen eredményes segítőkész, hatékony hozzájárulást fogunk jelenteni azoknak az embereknek a számára, akik ott szolgálatot teljesítenek. Az előbb említette, hogy folyamatosan érkeznek az adományok, tehát ami most beérkezett, azzal elindulnak, és akkor, hogyha újabb jelentős gyűlik össze, akkor ismét elviszik? Igen, az összekötőnkkel egyeztetjük, minden órába kapcsolatban vagyunk velük, és amikor megint egy olyan tétel összejön, akkor mindenképpen el fogjuk részükre szállítani folyamatosan, és hát az a célunk, hogy a ellátásukat javítsuk. Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke is csatlakozott a Nagykun gazdakör felhívásához, és egy igen jelentős adománnyal érkezett Berekfürdőbe, ahonnan indul majd az adomány a határa. Miért tartotta fontosnak ezt? Én úgy gondoltam, hogy mindenképpen ez egy kiállás. Nem is az adomány mértéke a fontos, hanem a határokon szolgálatot teljesítő katonák, rendőrök melletti kiállás mindenképpen fontos. Lássák azt, hogy mögöttük van az ország többsége, hogy mögöttük vagyunk, hogy számítunk az ő munkájukra, és megbecsüljük azt, amit tesznek, és igazából egy ilyen kiállással is érezzék azt, hogy mögöttük van az ország.
gondolom, hogy a Jászhegy-Koszolónk megyéből oda vezérelteket nem fogják most megtalálni, de rájuk is gondolunk most ezzel jelképesen. Nem csak én azt gondolom, hogy bárhonnan kerül oda lett vezényelve egy rendőr, egy katona, akkor nem a városát, nem a megyét, hanem a hazáját, az országát szolgálja. És úgy gondolom, hogy nem csak itt a karcagi és a megyei gazdakörök állnak mögöttük, hanem szerte az országban mindenki. Nagyon komoly összefogás van, és én azt gondolom, hogy nagyon fontos annak az üzenete, hogy érezzék a rendőreink, a katonáink, hogy mögöttük van az ország is, akár egy ilyen jelképes, szimbolikus kiállással is tudjuk őket segíteni, mellettük vagyunk, mögöttünk vagyunk, és értünk is dolgoznak. Köszönjük szépen! Köszönöm én is! Tettük a beszélgetést azzal, hogy egy alapfogalmat tisztázunk, tehát ezek a katonák bevetésre mennek? Nem bevetésre mennek, eddig sem voltak bevetésen, és eddig sem műveleti tevékenységet hajtottak végre. Eddig a katonák gyakorlaton vettek részt, a gyakorlaton felkészültek arra, hogy a rendőrséggel közösen egy meghatározott területen közös feladatot hajtsanak végre. A bevetés egészen mást jelent. Ez a feladat lehet különböző. Különböző feladatokat hajthatnak végre a katonák, a rendőrökkel közösen közös járőr tevékenységet folytathatnak, tömegkezelési feladatokat láthatnak el közösen vagy önállóan, területeket biztosíthatnak, zárhatnak, ellenőrzéseket hajthatnak végre, közutakon, gépjárműveknél, de csak a válsághelyzetre kihirdetett területeken. Mennyire újszerű ez a fajta feladat a honvédségnek, hisz szerencsére ilyen gyakorlatuk nem nagyon van? Annyit tudni kell, és ugye én ezt már többször elmondtam, hogy a Magyar Honvédségnél a katonákat ilyen jellegű feladatokra eddig is kiképeztük. A katonáknak a honvédelmi törvényben ilyen jellegű feladatuk nem volt. Tehát hazai béke viszonyok között a katonák ilyen feladatokat eddig nem láttak el, ugyanakkor missziós feladataik során, békefenntartói feladataik során hasonló dolgokkal találkoztak, nyilván erre őket felkészítettük, kiképeztük. Éppen ezért a katonáknak egy jelentős része ismeri ezeket az eljárásokat. Most itt Szolnokon viszont pont azért folytatunk kiképzést is, mert akik nem vettek részt ilyen missziókban, részükre, számukra ezek új dolgok, és itt tanítjuk meg, itt sajátítják el az alapokat, itt szereznek elméleti és gyakorlati tudást, tapasztalatot, és ezt követően mehetnek az ország déli részére a feladatok végrehajtására. És ők fogják leváltani azt az állományt, amely már mosti szolgálatot teljesített? Van, akit majd váltanak, lesznek olyan területek is, ahol újonnan jelennek meg katonák, tehát itt beszélünk az utánpótlásról, beszélünk feladatkiegészítéséről, de természetesen akik már huzamosabb ideje lent vannak, őket időnként váltani kell. Néhány tucatnyi katonát látunk itt a szolnoki laktanyában, hányan fordultak meg itt a kiképzés alatt? Hát igen, most már egy pár tucatnyian megfordultak. A gyakorlat elrendelése az szeptember 9-én kezdődött, és a gyakorlat folyamán hajtják végre ezt a kiképzés jellegű dolgot is a katonáink. Eddig mintegy 700 katonát képeztek itt ki, lent a határ mentén pedig mintegy 4300 katonánk vesz részt különböző munkálatokba. Ebben a 4300 katonába beleértendőek ők is, akik az idéglenes biztonsági határzár kiépítését végzik. Innen a katonák, ahogy említettem korábban is, vagy mennek vissza a katonai szervezeteikhez és felkészülnek a váltások végrehajtására, vagy pedig van, aki rögtön a déli határszakaszra megy, és megkezdi ott a szolgálatát. Köszönöm. Karcagi Szakképzési Központ Farrosán szakiskolában vagyunk, Puhányi Urbán Katalin igazgatóasszonnyal beszélgettünk, mögöttünk itt a sportpályán különböző rendezvények vannak, mi is ez pontosan.
A mai napon tanítás nélküli munkanapot tartunk az iskolában. Egy egészségnapi rendezvényen vagyunk jelenleg. Ez egy projektnek a része, egy 3 hónapig tartó projektnek egy kiemelt eseménye ez az egészségnap. A projekt az a egészségnevelés témakör és a környezettudatosság köré épül. Ennek jegyében rendeztük meg ezt a mai napot. A mai napon a diákok egészséges életmódot népszerűsítő, a sportot, a mozgás népszerűsítő programokon vehetnek részt. 10 csoportba szerveztük a tanulóinkat, és 10 helyszínt járnak be a mai nap folyamán. Biztosítunk számukra különböző egészségnevelési előadásokat, nyilván röviden, és egy kicsit visszakérdezve az ott hallottakat, játékos formában, projekt keretek között. Kerékpáros ügyességi verseny van számukra. A Vörös Kereszt itt van, és véradás különböző szűrővizsgálatok keretében felméri a tanulók egészségállapotát, és várjuk majd nagyon sok szeretettel 12 órakor a program fő előadóját, Katus Attilát, aki a mozgást fogja népszerűsíteni a tanulóink körében. Igyekeztünk az egészséges életmód minden szeletéből egy kevés dolgot összeválogatni a tanulóink számára. Hát bízunk abban, hogy jól fogják érezni magukat, és hasznosan telik ez a mai nap. Sokat tanulnak, és haza is viszik majd a családba ezt a szemléletmódot, remélhetőleg. Amikor még kér ez a nagy program, akkor meglátjuk, hogy mi minden retú információ a diákoknak, és hogy mennyire volt hasznos. Tervezzük, hogy egy utóméréssel nyomon követjük majd, hogy mi az, amit elsajátítottak, vagy amit beépítettek a mindennapi életükbe ezekből a tapasztalatokból, és ez az egészségnap itt még nem fejeződik be, ennek lesz egy folytatása 2 hét múlva, amikor inkább a mozgás népszerűsítés lesz a téma, egy futballcsapatot hívunk meg, és azon túl, hogy a sport hasznos tevékenységeit reklámozza majd a tanulóknak, lehetőségük lesz arra is, hogy meg is mérkőzzenek az iskolai csapat és ez a futball csapat egymással. Akkor jó projektezést kívánunk Önöknek! Köszönjük szépen, és úgy legyen, hogy tényleg hasznosuljanak ezek a dolgok majd. Az egészségnap zárása Katus Attilával fog hamarosan befejeződni. Önnel már találkoztunk egy alkalommal, amikor a kórház javára gyűjtöttünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ismerősként üdvözölhetjük itt Karcagon. Milyen érzés, amikor fiatalokat kell arra buzdítani, hogy mozogjanak, és az egészséges életmódra buzdítani őket? Hát igazából mindenkivel szeretek foglalkozni. Szeretek gyerekekkel foglalkozni, szeretek idősebbekkel foglalkozni, szeretek középkorúakkal, tehát beteg embereken is jó segíteni, a megelőzésben természetesen még jobb gondolkozni edzőként, hogyha erre kerül a sor. Talán annyiban izgalmas ugye a gyerekekkel foglalkozni, hogy ők azért valamilyen szinten az életük elején vannak, és lehet jó tanácsokat adni, és az ember ezt kellőképpen megfelelő formában csomagolja, akkor talán még vevők is rá, és azt tudjuk, hogy azok a szokások, amik gyermekkorban kialakulnak, azok viszonylag rögzülnek, és utána azon nehéz változtatni. Tehát ha most jó üzeneteket kapnak, és abban nekik sikerélményük lesz utána, akkor esetleg elkerüljük azokat a csapdákat, amit esetleg az idősebb generációk elkövetnek, úgyhogy ezért vagyok itt, hogy próbáljak egy-két olyan tippet adni testmozgás tekintetében, táplálkozás, meg egyáltalán gondolkodásmód, hiszen azt gondolom, hogy ide tudunk hatni, akkor utána az már irányítja a végtagjainkat, meg a cselekedeteinket, úgyhogy hogy egy motivációs beszéddel is készültem. Tehát picit tornázunk, és egy picikét pedig próbálom őket motiválni. Meg hát össze kell velük haverkodni, ha az embert nem fogadják el, akkor bármit mondhat az ember, akkor azt mondják, hogy menj haza, úgyhogy majd meglátjuk, hogy fog sikerülni, de hát remélem, hogy jól, mert vannak ilyen sémák, amit az ember használ, és az úgy általában beszokott válni, hiszen hát minden gyerek ugyanaz, bármerre megyek az országba, azért nagyon sok hasonlóság. És hát azt gondolom, hogy a hitelesség is fontos, hiszen hogyha olyan embertől hallják, hogy mit kellene tenni és hogyan kellene élni, aki azért az élete során már sok mindent letett az asztalra, az is egy fontos szempont lehet az ő motivációjukhoz. Igen, fontos, hogy lássanak olyan példát, olyan embert, akinek azért működik az élete, és egészségesen működik az élete, energikus, tehát hogy nem feltétlenül csak, hogyha rockbandát látnak ide ellátogatni, és mondjuk adott esetben dohányoznak, meg alkoholt fogyasztanak, és akkor ez a minta, hanem lehet, hogy jó, hogyha más típusú mintát is látnak. Klasszikus példa, bár nem teljesen ide vonatkozik, de mégis, hogyha elmegyek egy kicsi kis faluba,
akkor mindenki vagy bolti eladó akar lenni, vagy fodrász. Vagy, tehát, hogy ugye amiket lát az ember, amivel be van szűkülve abba a világba, abból tud választani. Tehát ki kell nyitni egy kicsikét a világot nekik, hogy lássák azt, hogy mennyi minden lehetőség van. Egyrészt az egészségük tekintetében is, meg egy minőségi élet tekintetében is, és az, hogy igazából az ő sorsuk a saját kezükben van. Erre kell, hogy rájöjjenek, hogy ők úgy vezetik azt az életet, ahogy ők igazából szeretnék, és oda jutnak, ahol ők akarnak. Azért a varrósok az elmúlt időszakban a sport területén is sok-sok sikert elhoztak már a városnak és saját maguknak, úgyhogy azt gondolom az alapmotiváció megvan, akkor én azt kívánom, hogy sikerüljön a mai nap. Rendben, köszönöm szépen, meg kíváncsi, és köszönöm, hogy itt lehetek. Termelői piacon Nagy Imrével beszélgettünk, ez az utolsó birkafőzés ebben az évben. A Birkafőzők Egyesülete részéről Nagy Imre főz. Nem volt gond, megint úgy látom, hogy pillanatok alatt elfogyott az első kondérral. Számított erre? Igen, számítottam, sőt, nagyobb vendégtársaságra vártam, de hát sajnos lehet az idő, az eső miatt nem jöttek annyira, amennyien keltek volna. De egyébként azt lehet tudni, hogy az ön birka pörköl, hogyha pillanatok alatt elfogy, tehát aki tudja, hogy főz, az már előre feliratkozik. Egyébként mennyire tartja fontosnak, hogy ilyenkor itt legyenek, tehát hogy népszerűsítsék a Hungarikum birka pörköltöt? Hát szerintem ez a lelke mindennek, hogy a Hungarikum és birka pörkölt, tehát Karcagot ebben népszerűsítjük a birka pörköltel. Ön egyébként jár vidékre is, tehát azért találkoztunk már vidéken is, mindig kuriózumnak számít, amikor ön főz, hiszen más főzőkkel egymás mellett főznek, akkor mindenki nézi, hogy más a színe az ön pörköltjének, más az íze. Ez jó érzés, amikor elismerik az embert? Hát elismerik az embert, az persze jó érzés, de én nem tartom magam jó főzőnek, nem tudok főzni, csak szeretek. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy mindig vigyék tovább a hagyományokat. Idén merre járt? Mi volt a legemlékezetesebb? Hát most az idén betegeskedtem, úgyhogy nem nagyon voltam vidéken. Hát itt helybe topogtam, helybe főzögettem a főzőversenyen, meg ide fent, úgyhogy most nem képviseltem a Birka Főző Egyesületet sehol. Hát dehogy nem, itt vagyunk most is a termelőpiacon, tehát itt helyben. Itt helyben, de vidéken nem népszerűsítettem most már. Szívemmel kicsit baj van. Hát akkor jó egészséget kívánunk önnek, és köszönöm azt, hogy akkor a téli időszakban pihenje ki magát, hogy tavasszal újult erővel tudjon főzni ismét birkát. Köszönöm szépen. Kis Józseffel beszélgetünk, már a köténye is elárulja, hogy a birka pörkölt az egyik kedvenc étele, de most mást is főzött. Mit főzött még? Hát igen, most megpróbálkoztam egy csülkös pacallal, amit lényegében pacal sertéskörömből és füstölt csülökből van elkészítve. Hát volt rá igény, meg volt rá felkérés. Hát ez ebben a szép őszies időben, ami most hol csepeg, hol esik, hol pedig kivirul az idő. Úgyhogy hát elég sok szép számmal jöttek, úgyhogy vásárolni, meg várták, hogy kész legyen az ennivaló. A birka pörkölt gondolom a hagyományos karcagias módra készült. Igen, a birka pörköltet általában mindig csak hagyományosan szoktam készíteni, ami azt jelenti, hogy sót, piros paprikát, erős paprikát teszek bele, meg van egy kis titkos fűszer, mert azt is megmondom, saját készítésű erős sózott paprikánkat szoktuk beletenni. Hát ami ez, az mindenféleképpen kell bele. Akkor ezek szerint ez a titkos fűszer hozott a múltkor a belegbe első díjat a főzőversenyen? Hát igen, hát ott is beletettem, nem titkoltam, hogy mi van benne. Nagyon ízlett a zsűrinek, többször visszajöttek, hogy mégis, hogy megízesítjék a szájukat, úgyhogy... És úgy látszik, hogy megnyerte nekik a tetszésüket. Egyébként otthon családi ünnepeken kívül is készül birka, vagy inkább csak a családi ünnepekre?
Nem szokott készülni. Hát általában szoktam mindig annyit főzni, hogy nekünk, ami megmarad, abból még gazdálkodunk, és utána mindig szoktunk annyit hagyni, hogy igenis, hogy maradjon. Egyébként ön kitől tanulta a főzés tudományát? Hát már több alkalommal mondtam. Igen. Hogy elestem ezt a tudományt, úgyhogy hát és mindig egy-egy kicsit mindig alakítgattam rajta, és úgy néz ki, hogy általában ez bejött, úgyhogy senkitől. Tehát akkor mindenkitől mondhatjuk ezt. Lényegében akkor mindenkitől tanultam, és mindenkitől elestem egy-egy kis pici kis fortéjukat. Például több alkalommal teszek rá piros paprikát, több alkalommal szoktam sózni, a hagymát szépen előkészítem, megnézem, hogy milyen a birkának a állaga, annak megfelelően teszek bele zsírt, hogy ne legyen nagyon se fagyú, se nagyon zsíros, hanem olyan legyen, amilyen jó lesz. Hát biztos, hogy jó lesz, hiszen pillanatok alatt elfogyott a birka, és a pacalér is sorban állnak önnél. Én azt kívánom akkor, hogy gyűjtsön előtt a jövő évi főzéshez, hiszen idén ez volt az utolsó, és akkor találkozunk jövőre is. Köszönöm szépen. Én is azt mondom, és üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen az itteni meghívást is. Jóvér Jánossal beszélgettünk az intézet növénynemesítőjével. Úgy tudom, hogy az alternatív növényekről fog előadást tartani. Először is határozzuk meg, hogy mit jelent ez a szó maga, hogy alternatív növények. Igen, tulajdonképpen ez egy egész érdekes kérdés, hogyha itt az alternatív növényekről kell beszélni. Számos szakirodalmi megfogalmazása létezik ennek a növénycsoportnak. Én inkább azt mondanám, hogy azokról a növényekről van szó, amelyeket hazánkban kis területen termesztenek, és egyfajta alternatívát kínálnak a gazdák számára. Tehát a négy fő növény, kukorica, búza, stb. Mellett, esetleg kiegészítésként, vagy ahelyett, tehát akkor ez azt is jelenti az alternatív szó maga, hogy ahol ezek nem jól teremnek, vagy nem teremnek, ott már esetleg lehet ezt alkalmazni, vagy inkább másodvetésként, tehát egy picit beszéljünk még erről. Tulajdonképpen erről van szó, csak a témát egy kicsit jobban ki kell bontani. Alapvetően a vetés szerkezete Magyarországnak, én úgy gondolom, hogy nem szerencsés. Túlsúlyban van számos növény, mint például a kukorica, őszi, kalászosok, vagy éppen a napraforgó, és épp ezért ez növényvédelmi, illetve egyéb növénytermesztési problémákhoz vezet. Én úgy gondolom, hogy számos kisebb növény termesztésbe vonásával a felhasználási oldal nem csorbul, nem szenved kárt, hiszen ezek a növények ugyanúgy hasznosíthatóak, de mégis eredményesebbé és egyben költséghatékonyabb a tehető növénytermesztés. Az intézetben milyen alternatív növényeket kínálnak a gazdálkodóknak? Az intézet életében mindig is nagy szerepet töltött ebbe az alternatív növények. Kezdetben itt nagy próbálkozások voltak az amaranttal, aztán piaci igények egy kicsit más irányba terelődtek. Én azt mondom, hogy leginkább most a cirok, illetve annak különböző változatai, ami hangsúlyos az intézet életében, de nem szólnak feledkeznünk a pillangós alternatív növényeinkről sem, őszi borsó, pannonbök, vagy éppen a szegletestednek. Úgy gondolom, hogy nagy teret fognak nyerni más alternatív növények is itt Karcagon, mint például a köles, a fénymag vagy a mohar, de akár a fűfélékben is nagy fantáziát láthatunk. Az intézetben úgy tudom, hogy a cirok területén, cirok nemesítés területén azért igen jelentős eredményeik vannak. Erről lehet majd a gyakorlatban is meggyőződni, hogyha az eső is engedi, de egy picit beszéljünk erről, hogy milyen lehetőségeket kínálnak. Tulajdonképpen az intézetben nem csak fajta kísérletek, hanem aktív növénynemesítő munka is folyik, és a cirok azért már több évtizedes múltra tekint itt vissza. Számos fajta jelöltet, illetve fajtát, hibridet állítottunk elő. Bízom abban, hogy az időjárás is mellénk szegődik, és akkor lehetőség is nyílik arra, hogy kétszemes, illetve egy síró cirok hibridünket odakint bemutathassuk. Egyébként sokan, és a cirok szót hallják, akkor a madárelségként vagy cseprőként ugrik be nekik, de azért ennél sokkal több és sok irányúbb a felhasználása. Így van. Ugye a ciroknak is sokféle típusa létezik. Ugye a seprőcirok itt már szóba is került, de talán azt kell mondjam, hogy nem ez a meghatározó itt Magyarországon. Inkább takarmánycirokról beszélünk, ami a kukoricához hasonlóan lehet szemes vagy siló, tehát itt is van szemes cirok, illetve silócirok. Illetve azt kell mondjam, a kolléga szavával érve itt van egy fantasztikus különlegesség is, ez pedig a szudáni fű, amely szintén egy cirokféle, tömegtakarmány, de nagyon nagy különlegessége, hogy jól sarjadzik, tehát kaszálás után újulatot képez, így igen nagy hozamokat lehet vele elérni.
Az intézet ezt is be fogja mutatni, hiszen mi is voltunk már, bemutattuk a szudáni füvet is. Mennyire elterjedt egyébként ez Magyarországon, tehát mennyire keresik ezeket az alternatív lehetőségeket? Én úgy gondolom, hogy kevésbé nyitottak erre egyelőre még a gazdák. Bízom abban, hogy az érdeklődés azért változni fog. Kicsit úgy érzem, hogy nem is ismertek ezek a növények, épp ezért úgy gondolom hallatlan létjogosultság van egy ilyen rendezvénynek, mint a mai. Bízom abban, hogy ilyen, illetve egyéb más módszerekkel sikerül elterjeszteni ezeket a növényeket. Hát akkor én hasznos tanácskozást kívánok önöknek, és hát az, hogy az eső egy picikét megengedje, hogy gyakorlatban is megnézzék ezeket az eredményeket. Bízunk benne, hogy így lesz, köszönjük szépen. Dr. Zsámbeli Józseffel beszélgetünk, az intézet vezetőjével. Nem első alkalommal van idén sem már ilyen szakmai napjuk. Miért tartják fontosnak, hogy megmutassák eredményeiket a gazdáknak? Igen, hagyományosan évente két alkalommal, legalább két alkalommal tartunk ilyen szakmai napot, bemutatót. Általában összekapcsoljuk a fajtáink ismertetését, tehát fajta bemutatót egyéb kutatási eredményeinknek a bemutatásával. Azért tartjuk fontosnak ezt a kapcsolatot a gyakorlattal, mivel a kutatás nem öncélú, nem saját magunknak dolgozunk, nem tartjuk meg az eredményeket, nem akarjuk megtartani saját magunknak, hanem szeretnénk ezt a gyakorlatban is hasznosíthatóvá tenni. Ezért fontos, hogy a gazdálkodók, illetve a társintézményeknek a kollégái megismerik a mi eredményeinket, tudjunk eszmét cserélni, kapjunk visszajelzéseket a gazdáktól a tekintetben, hogy milyen kutatási eredményeket várnak el tőlünk. Természetesen mi pedig felkínáljuk az eredményeinket, azokat az eredményeinket, amelyek közvetlenül a gyakorlatban is hasznosíthatók. Úgy gondolom, hogy egy ilyen fórum, amely egy közvetlen kapcsolatot biztosít, és egy baráti közvetlen hangulatban telik, ez nagyon jó alkalom erre. Idén azért a szélsőséges időjárás adott önöknek feladatot, tehát itt most lehetett nézni, hogy ezen viszonyok között hogyan tudnak alkalmazkodni az önök által nemesített fajták, hogyan tudja értékelni a nyarat. Hát a címben is benne van, hogy alternatív növények, illetve alternatív talajművelés. Az alternatív szó ez azt jelenti, hogy olyan talajművelési eljárást mutatunk be, illetve olyan növényfajokat, fajtákat, hibrideket, amelyek alkalmazkodnak ezekhez a változó körülményekhez. Hát ma is megtapasztalhatjuk, hogy esik az eső, nekünk kell alkalmazkodnunk az időjárási viszonyokhoz, valóban érzékeljük, hogy változik az időjárásunk, egyre inkább a medence jelleg dominál, mediterrán, kontinentális, óceáni klíma keveredik nálunk. Ez a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoriságának a növekedésével jár, de nekünk kell ehhez alkalmazkodni. Itt volt valóban ez a nyár, hőségnapok száma kiemelkedően magas volt, megszenvedte a növényállomány ezt a hatalmas aszályos időszakot, vagy nagyon hosszú aszályos időszakot, de vagy tudunk ehhez alkalmazkodni közvetlenül például öntözéssel, ez nem minden esetben megoldható, például a mi kötött talajviszonyaink mellett nem mindig ez jelenti a legjobb megoldást, akkor pedig vagy belenyúlunk a talajba, úgymond, és úgy módosítjuk, hogy minél jobban tudjuk hasznosítani annak a nedvesség készletét, vagy pedig olyan fajtákat termesztünk, amelyek eleve jobban tolerálják ezeket a száraz viszonyokat, hosszú aszályos időszakot, esetlegesen ugyanabban az évben a vízborítást. Az alternatív szó, ugye az két választási lehetőséget jelent. A mai napon mi a cirokfélénket mutatjuk be, amelyek a kukoricának jelentenek alternatívát, és pontosan az ilyen szélsőséges években jelentenek igazán jó alternatívát. A talajművelési eljárás, illetve rendszer, amit be fogunk mutatni, illetve vannak a gépeit, pedig a hagyományos forgatásra alapozott talajművelésnek az alternatívája. 1997 óta vannak eredményeink, és az eredmények azt mutatják, hogy ez egy talajt védő művelési mód, ami nálunk nagyon fontos, hogy nedvesség megőrző technológia, illetve költségkímélő technológia, mivel kevesebbet bolygatjuk a talajt, kevesebbet tapossuk, kevesebb üzemanyagot fogyasztunk a műveléskor, így kevesebb üvegházhatású gázzal is terheljük a légkört, tehát mindenképpen pozitív módja vannak.
Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen a mai eredményes tanácskozásnak olyan következménye is, hogy még több megrendelésük legyen, és újabb lehetőségeket és kísérleti lehetőségeket kapjanak a gazdáktól. Hát köszönjük, mi ez elé állunk elébe természetesen, és remélem, hogy most is lesznek olyan kérdések, amelyekre megnyugtató választ fogunk tudni adni. Köszönjük szépen! Kérem, nagyon szívesen! Az előzőekben már hallottuk, hogy mi fog elhangzani elméletben és itt az előadásokban. Dr. Cimbalmos Róberttel pedig arról beszélgettünk, hogy ha az eső is kegyes lesz és engedi, akkor mit tudnak bemutatni a jelenlévőknek, mi is várja a határba érkezőket? Hát nem mondom azt, hogy sajnálatos módon esett az eső, mi inkább ennek örülünk. Igaz, hogy megkésett ez az eső, épp most a kolléganőt kérdeztem, 15 mm csapadékot kaptunk. A bemutató számára a lehető legrosszabb kor, de ennek ellenére kinti terepi bemutatót megtartjuk. Az első gyűjtőhely az az alternatív növényeknek a bemutatása lesz. Ez azt jelenti, hogy a silócirok, a szudáni fű, az egyéb alternatív növényeknek a bemutatása fog lezajlani. Kollégám Jóvér Jánosnak a fölvezetésével. Majd ezután az alternatív művelésről adunk egy rövid intézeti bemutatót, az általunk használt erőgépek, illetve munkagépeknek a bemutatásával kezdjük. Terveztük, hogy ezeket a gépeket működés közben is bemutatjuk, de hát sajnos az időjárás az kicsit kibabrált velünk. A fő célpont is kutatási téma nálunk a forgatás nélküli művelés. Tehát egy olyan kísérleti tábla mellett mutatjuk be ezeket a gépeket, ahol 18 éve nem forgattunk, nem használtunk ekét. Ennek a technológiának a speciális talajművelőgépeit, illetve vetőgépeit mutatjuk be. Meghívtunk egy európai cég képviseletébe szakembereket, illetve elhozták gépeiket is, amelyek a mi gépparkunknak egy európai levetítése. Az általunk használt gépek, ezek 1997 és 8 között szereztük be, akkor még csak amerikai gépeket tudtunk. Most már örvendetes módon ezek a gépek beszerezhetőek Európába is, nagyon sok európai gépgyártó, magyar gépgyártók is gyártanak ilyen gépeket. Ennek a bemutatása fog a mai nap folyamán megtörténni. Reméljük, az idő most már velünk fog tartani, nem esik, tehát minden adott ahhoz, hogy egy jó hangulatú bemutatót tartsunk. Tehát akkor itt azért már most hirtelen jó sok éve, 10 éve ugyanezt a módszert használják. Mik a tapasztalatok, tehát a talajkímélés az meghálálja a növény? Nagyon sok rétű, de kettő gondolatot szeretnék kiragadni. A talajnak az ökológiai állapota. Nagyon fontos, hogy a talaj életet megőrizzük. A szántással ezt a talaj életet egy szélsőséges klíma és talajadottság mellett nem lehet megőrizni. Azt szoktam mondani, a szántással mindig romboljuk a talajt. Felső rétegeket aláforgatjuk, az alsókat fölforgatjuk. Gazda szemével ez jól mutat. Valóban fekete ugarra műveljük a talajt, a talaj életet viszont azt lehet mondani, teljes mértékben elpusztítjuk. Az aerob baktériumok lekerülnek, az anaerobok fölkerülnek, tehát az a jó beéredett morzsalékos talajállapotot elérni így nem lehet. A mi alternatívánk ebbe az egész talajművelésbe tulajdonképpen a forgatás nélküli redukált művelésben jelenik meg. Azt lehet mondani, hogy 97 óta száműztük az ekét, nem forgatunk, kialakítunk egy sekélyen művelt réteget, ahol a növényi maradványokat a felszínen hagyjuk. Növényi maradványoknak a 70%-át bedolgozzuk sekélyen, a 30%-át a talajfelszínen hagyjuk. Ezzel egy mulcs réteg alakul ki, ami segíti a növénynek a csírázását, növekedését, megőrzi a talajnedvességet. Nem beszélve a talaj természetes beéredéséről, talajállapot sokkal kedvezőbb. Természetesen ezzel kérdezhetnék nagyon sokan is, mi van a talaj tömörödöttséggel. Tömörödik a talaj, főleg ezek a nehéz agyagos textúrájú talajok. Ennek a kivédésére a technológiába be van iktatva egy 3 évente kötelező mélyművelés. Ezt a mélyművelést passzív vagy aktív lazítókkal el lehet végezni. A másik sarkalatos pontja az ökológia mellett ennek a művelésnek az ökonómia. Tehát a gazdálkodó számára azért érdekes és azért fog meg egyre több gazdálkodót ez a művelési módszer. Kevesebb menetben végzi el ugyanazt a munkát, jobb minőséget kap, és kevesebb munkaórát, kevesebb gázolajat használ fel a munkája során. A 97-es időszak óta végzett méréseink egyértelműen bizonyítják, évjárattól függ ez azonban, hogy 35-40%-os gázolaj spórlást lehet elérni.
nem szorzom föl ezt, nem forintosítom, ezt mindenki el tudja végezni. Azt lehet mondani, hogy ez a módszer Európában is sajnálatosan, tehát a kontinentálisan nézzük, Európa nagyon le van maradva ebben a művelési módszerben. A no-tillage, a művelés nélküli rendszerek mellett ez a redukált művelés egy több menetes, viszont sokkal kevesebb menetet alkalmaz, mint a hagyományos művelés. Európában most kezd elterjedni igazából ez a művelés, és hát úgy gondolom, hogy ebben Karcagy Kutatóintézet úttörő. 97 óta végezzük ezt, és még mindig Magyarországon egyedülállóak vagyunk ebben. Cibalmos Robertről hallottuk, hogy lesznek itt más jellegű gépek is. Kalmár Tiborral beszélgettünk, úgy tudom, hogy önök hozták azokat a gépeket, amelyekről az előbb hallottunk itt a gyakorlati helyszínen. Milyen gépekkel érkeztek? Azt hiszem, hogy ma már nincs olyan termelő Magyarországon, aki számára ne lenne ismerős ez a svéd gyártó talajművelő gépeiről és vetőgépeiről, ugyanis 1962 óta vagyunk jelen a piacon, és bátran állíthatom, hogy nagyon sokféle megoldást itt elsősorban talajművelő gépekre és vetőgépekre gondolok, valamint technológiát hoztunk elsőként az országba. Úgyhogy gyakorlatilag mi a forgatás nélküli technológia gépsorát fogjuk a mai nap bemutatni. Itt ugye nagyon lényeges az a rövid tárcsa, amivel a tarló munkákat, a tarló ápolást és tarló hántást végezzük, illetve ezt követően az alapművelésre használatos szántóföldi kultivátorokat, tehát ezek a gépek lesznek a mai bemutatón láthatók. Emellett jól ismertek a gabonavetőgépeink, valamint a precíziós szemenkénti vetőgépeink is. A gépeinkre jellemző, hogy több alapműveletet végeznek egy menetben, tehát gyakorlatilag ezzel időt, energiát és összességében költséget lehet megtakarítani. Ez igaz a talajművelő és a vetőgépekre egyaránt, hiszen például a vetőgépeink magánykészítésre, a tápanyag kijuttatására alkalmasak a vetéssel egy menetben, és teszik mindezt nagy menetsebességgel. Ugye nagyon lényeges ma már az, hogy nagyon sok termelő keresi annak lehetőségét, hogy hogyan lehet nagy menetsebességgel elvégezni az adott munkafeladatot, legyen szó talajművelésről vagy vetésről egyaránt, ugyanis beszűkült az az optimum, az az optimális időintervallum, amíg egy bizonyos munkafeladatot jó minőségben el lehet végezni. Ennek hátterében elsősorban az időjárás áll, ugye mindenki érzi és megéli a változó klíma kedvezőtlen hatásait, és ez a talajművelésben is érvényesül. Úgyhogy gyakorlatilag a munkasebesség a másik olyan tényező, amit ezeknél a gépeknél ki kell emelni. A gépeink nagyon jó minőségű alapanyagból készülnek, és nagyon hosszú élettartammal jellemezhető, kis szervizigénnyel bírnak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt 18 évben több mint 3000 ilyen munkagép talált már hazánkba gazdára, és közel 2000 partnerrel rendelkezünk. Fontosnak tartom ugyanakkor elmondani, hogy ma a talajművelésben a kérdés véleményem szerint nem az, hogy valaki forgatás nélküli technológiában gondolkodik, vagy hagyományos szántásos alapművelést pártfogolja, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy amit csinál, azt jól csinálja. És ugye, amikor szántásban gondolkodunk, akkor a szántásnak sokkal nagyobb, sokkal több buktatója van, mint a forgatás nélküli technológiának. Itt elsősorban a megváltozott időjárás van ennek a hátterében, ugyanis a szántással önmagában a minőséggel, a szántás minőségével és az időzítésével van a legtöbb probléma. Tehát nem azzal, hogy elfelejtettünk szántani, hanem hogy megváltoztak az időjárási körülmények, és egyre beszűkült ez az optimum, amikor jó minőségben lehet szántani. És ilyenkor kerülnek előtérbe azok a munkagépek, amelyek alkalmasak az alapművelés kiváltására, tehát úgymond alternatív talajművelési módszert képviselnek, ilyenek a nehéz szántóföldi kultivátorok, amelyeket a mai bemutatón látni fogunk. Ugyanis ezek ugyanazt a lazultságot tudják a talajba vinni gyakorlatilag, mint amit a szántással el tudunk érni, viszont amikor az időjárás szélsőségesre fordul,
tehát amikor túlságosan csapadékos, vagy éppen másik szélsőség esetében túlságosan száraz az időjárás, akkor ezek a szántóföldi kultivátorok sokkal kevesebb kárral tudják művelni a talajt. És igaz az, hogy az az időintervallum, amiről itt az előbb beszéltem, egy szántóföldi kultivátor esetében sokkal tágabb. Tehát kicsit tovább, vagy kicsit hamarabb tudom elkezdeni vele a művelést, mint mondjuk a szántással. Én azt gondolom, hogy az elmondottakból is következik, hogy gazdák érdeklődéssel fogják ezeket a gépeket megnézni. Én azt kívánom akkor, hogy minél hasznosabb legyen ez a mai nap az önök számára is. Hát, nagyon szépen köszönöm. Én azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem ez az első bemutató, amin ugye részt veszünk itt Karcagon is, és hát szerte az országban gyakorlatilag nem telik el úgy esztendő, hogy ne lennénk kint a gépeinkkel. Tehát bennünket valóban így ismer a szakma, hogy nem szeretünk teremben beszélni ezekről a gépekről, hanem a gyakorlati bemutató során bizonyítjuk, hogy mit tudnak, miben a legjobbak. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Na, akkor figyelj! Dr. Fazekas Sándor főmérnöki miniszter úr is részt vesz ezen a mai szakmai napon. Ő mindig elismeréssel szokott szólni a Karcagi Kutatóintézet munkájáról és az itt folytatott kutatásokról. Gondolom, hogy most is így van ez. Karcagi Kutatóintézet nagyon értékes tevékenységet végez, hiszen olyan nehéz viszonyok között éghajlat és talajadottságok mellett nemesít növényeket, amelyek a tájban zajló gazdálkodás szempontjából, a nagykúnsági alföldi gazdálkodás szempontjából kifejezetten fontosak, hiszen itt szélsőséges körülmények között kell termelni, ellenálló fajták kellenek, vigyázzunk el a talajra is, hiszen ez azért a kúnsági föld köztudottan embert próbáló művelés szempontjából is, és jó néhány olyan növényfajta van, amely szárazságtűrő, alkalmazkodik a szikes vagy gyenge termőképességű talajokhoz. Alternatív növények, például a köles, amelyből a legtöbb fajta itt található meg, amely gazdák számára vagy költségmegtakarítás, vagy plusz bevételt jelent. Ezért is pontos ez a mai konferencia, hiszen a legkorszerűbb, legújabb kutatási eredményekről kapnak tájékoztatást a szakma, a termelők, és én bízom benne, hogy kedvet is kapnak ahhoz, hogy ezekkel a növényekkel foglalkozzanak. Alternatív növényekre is szükségünk van, hiszen ha ma kimegyünk a határban, látszik az, hogy 4-5 féle növény uralja a területet. Ehhez képest mondjuk egy pillangós takarmánynövény, vagy egy köles, az kifejezetten újdonságnak számít. Borsó, babtermelés is régen jelentős volt. Ahhoz, hogy a talajunk termőképességét megőrizzük, ahhoz, hogy legyen piacunk, és több lábon álljunk, szükség van arra, hogy minél többféle növényel foglalkozunk, minél többféle növényt termeljünk. Hát ezért is hasznos a kutatóintézetnek a profil választása, és az, hogy a gazdák ebből minél több méltányos jövedelemhöz jussanak. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kedves nézőink, Háttér című magazin műsorunk következik. Mai vendégünk dr. Farkas Béla, akivel a HPV elleni védőoltásról beszélgetünk. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk dr. Farkas Béla, a Kátai Gábor Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának osztályvezető főorvosa. Szeretettel köszöntöm stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Örülök a meghívásnak, és szeretettel köszöntöm a nézőket. A mai témánk a HPV elleni védőoltások. Szeptember 11-ig nyilatkozhattak a szülők arról, hogy beoltatják-e, bekívánják-e adatni ezt a védőoltást gyermeküknek. Ha jól tudom, akkor tavaly mintegy 38 ezer gyermek, lánygyermek kapta meg ezt a védőoltást. Kezdjük onnan, hogy mi is az a HPV. HPV az egy rövidítés, a humán papilloma vírus elnevezésnek a rövidítése. Ez a vírus a női hüvely hármában található, illetve a mészájon. Körülbelül egy több mint 200 faját írták már le, és a felfedezések sorrendjébe adták a számokat,
az elnevezésre. Így beszélünk 1-es, 2-es, 50-es, 60-as vírusokról. Ami itt minket igazából érdekel, a leggyakoribb úgynevezett high risk, vagyis hát magas onkogén kockázatú vírusok, mert nem mindegyik egyforma onkogén rákkeltő hatással rendelkező vírus. Itt a 16-18-as a legelterjedtebb a mi országunkban, de magas kockázatot jelent még a 31-es is viszonylag gyakori. És ezek a vírusok nagyon szeretnek a mi nyaknak az úgynevezett átmeneti zónájában elhelyezkedni. Ez azt jelenti, hogy a mi nyak külső felszínén a egyrétegű el nem szarosodó laphám helyezkedik el, a nyakcsatornában pedig egy hengerhám. A kettő közötti átmenetet nevezzük ugye értelemszerűen átmeneti zónának, és itt a legideálisabb a körülmény arra, hogy a vírusok itt megtelepednek, és bejutnak a hám alatti részbe, azon belül is a sejtbe, annak a sejt, a gazdasejtnek a sejt magjába, és ott kezdenek el szaporodni. És így, mint egy átveszik az irányítást az itt lévő sejtek fölött, és így alakul ki tulajdonképpen a méhnyakrák. Ami nagyon kedvező a számunkra, egyrészt, hogy ez a terület nagyon könnyen hozzáférhető a szűrésre, ugye az a úgynevezett rákszűrés, aminek a hagyományos elnevezése, hogy rákszűrés, az gyakorlatilag ebből áll, hogy innen vesszük le egy citológiai mintavételi eszközzel a sejteket, azt kikenjük egy tájlemezre, az megfelelő festési eljárást követően mikroszkóp alatt észrevehetőek azok a sejtek, amikben már belementek ezek a HPV vírusok, ott elhelyezkednek a sejtbe, illetve a következő lépés, hogy a sejt magban. És úgynevezett rák megelőző állapotokat hoznak létre, melyekből nem gyorsan évek, esetleg évtizedek telnek el, míg kifejlődik a méhnyakrák. És ezeknek a rák megelőző állapotoknak egyrészt ugye, amit mondtam, a szűrés során a citológiai mintavétel könnyen hozzáférhetőek és vizsgálhatóak. Másrészt a kolposzkóppal, azzal a mikroszkóppal, amivel át szoktuk vizsgálni a méhszáj felületét, ezt előttezőleg lekenjük ecetsavval, 3-5%-os ecetsavval, aminek hatására azokban a sejtekben, ahol sokkal magasabb a fehérje tartom, ott kicsapódás történik, és ez egy rajzolatot ad a méhszájnak, és a különböző rajzolatokból tudunk következtetni ennek a folyamatnak a stádiumára, hogy hol helyezkedik el időben, hol tart a HPV által történő fertőzésnek a következménye. Beszéljünk arról egy picit, hogy erre a bizonyos rákszűrésre milyen időközönként kell elmennie egy nőnek? Tehát megvan-e az például, hogy fiatalabb korosztálynak sűrűbben, idősebb korosztálynak ritkábban, hogyan működik ez? Évente szükséges ez a rákszűrés. Jelenleg az OEP is évente finanszírozza a citológiai kenetvételt. Volt erről szó, hogy talán 3 évente, de azt hozzá kell tenni, hogy a 3 évenkénti rákszűrés csak akkor elfogadott, hogyha ezzel egy időben a citológiai mintavétel és a sejtek vizsgálatával egy időben HPV tipizálás is történik, csak akkor. Egyébként ma Magyarországon évente szükséges el a rákszűrés. Tehát ha jól értem, akkor HPV-re is szűrik, vagy szűrnék az embereket. Ez hogy működik ez a szűrés, ezt hogy kell elképzelni? Hasonló-e a rákszűréshez? Igen. Gyakorlatilag ugyanazzal a kenetvétellel, a HPV tipizáláshoz is le lehet venni a kenetet. A különbség az, hogy ezt a módszert az OEP nem finanszírozza, csak abban az esetben, hogyha a méhnyakon méhnyakrák megelőző állapot, vagy méhnyakrák kialakulása már létrejött. Ez a HPV vírus, hogyha bekerül valakinek a szervezetébe, ezt az immunrendszer le tudja győzni? Gyakorlatilag a
szexuálisan aktív nők, mert ugye a 99%-ban a HPV szexuális aktussal kerül a hüvelybe, illetve történik a fertőzés. A 80%-a a szexuálisan aktív nőknek a 80%-a átesik el a fertőzésen. Elég gyakori ez a HPV vírus fertőzés, tehát egyrészt riasztó a hatása, másrészt egy gyakorlatilag mindennapos gyakori fertőzésről van szó. A 80%-os fertőzöttség mellett itt érvényes itt is az a 80%-os szabály, 80%-ban magától elimináródik a vírus, megszűnik, nincs ott a méhnyak területén, 20%-ban épül be a gazdaszervezetbe, és körülbelül 1%-ban okoz méhnyakrákot. A arányokat azért úgy kell elképzelni, hogy ma Magyarországon körülbelül 400-450-500 nő még mindig meghal méhnyakrákban, és a halálozás az körülbelül a 45-55 éves korosztályra, tehát egy viszonylag fiatal korosztályra tehető. A méhnyakrák szűrés sajnos még mindig nem elég hatékony az országban, még mindig nagyon kevesen járnak el. A egyes becslések szerint egy ilyen 20-30%-ra tehető az átszűrt nőknek a gyakorisága. Ön szerint ez mivel indokolható? Hogy mégsem veszik komolyan ezt a betegséget, illetve általában a saját egészségnek a nem elég fontos dolga az egyéneknél, hogy nem foglalkozunk vele. Nagyon sokszor elhanyagolt állapotban nem merünk orvoshoz menni, nem merik az egészségügyi szolgáltatót igénybe venni. Vannak panaszok, és akkor majd elmúlik. Ez a magyarázata. Azt mondta, hogy 99%-ban szexuális úton terjed. Mi a maradék 1%, hogy lehet ezt esetleg még elkapni? Erre nincsenek adataink. Egyéb érintkezések, testi érintkezések, testnedveknek a érintkezése során előfordulhat még, mert ez nagyon kicsi. Melyik a legveszélyeztetettebb korosztály? A fiatalok a legveszélyeztetettebbek. A szexuális életet kezdő és az első 5-10 év a legveszélyeztetettebb ebből a szempontból, és a fogékonyságot nyilván vannak olyan tényezők, amik növelik, így a túl fiatalkorban elkezdett szexuális élet, a leromlott egészségi állapot, így a dohányzás, a különböző élvezeti szereknek a használata, akár a kábítószerektől kezdve az alkoholig, a több partnernek a váltogatása és alkalmazása, ez mind-mind oda vezet, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel esnek abba a 20%-ba, ahol bizony ezek a vírusok mennél erősebb, mennél onkogénebb vírussal fertőződik, hogy az be is épül ott a gazdaszervezetbe. 13 éves lányoknak adják be ezt a védőoltást. Miért pont a 13 éveseknek? Általában ekkor még a szexuális élet nem kezdődik el. Ez az egyik magyarázat, és a legnagyobb hatást ezekben a életkorban lehet még kifejteni, illetve kimutatták, hogy a védőoltás az ebben az időszakban még a 9-15 év közötti időszakban elég a kétszer védőoltásnak az adása, ami azt jelenti, hogy az első védőoltás megadását követő 6 hónap múlva egy úgynevezett emlékeztető oltást adnak. Fontos megjegyezni, hogy ezek a védőoltások nem legyengített vírust tartalmaznak. Tehát nem kell attól félni, hogy vírussal meg lesznek fertőzve gyakorlatilag azok az egyének, akik megkapják a védőoltást.
ez egy fehérjét kapnak, amire kialakul egy immunválasz. Nagyon érdekes, hogy a magára a vírusra, a vírus fertőzésre nem alakul ki védettség. De erre az oltóanyagra ez a védettség kialakul. Nyilván ez egy csodálatos az elmúlt évtizedeknek a vívmánya. Ugye, ha csak azt veszük alapul, hogy 1983-ban állította fel egy német kutató ezt a hipotézist, hogy a védőoltás és a HPV és a méhnyakrák kialakulása között ez az összefüggés van, és aztán 2006-ban, ami még itt volt, nem olyan régen, 9 éve, létrehozták a védőoltást, és már 2007-ben is kezdték a védőoltásoknak a alkalmazását, és 2008-ban ezért Nobel-díjat is adtak. Ez az első olyan rákos megbetegedés, amiről egyértelműen ki lehetett mutatni, hogy vírus okozza, és védőoltás létezik ellene. Tehát ezt nem szabad azt, hogy ne vegyék igénybe. Hány évig nyújt védelmet egy védőoltás? Ugye azt mondta, hogy beadják a 13 éves lányoknak, utána 6 hónap múlva megint. Hány évig vannak védelem alatt ezáltal? A védőoltás kétféle mechanizmus alapján fejti ki hatását. Az egyik az, hogy ellenanyagok termelődnek, és akkor ez egy ellenanyag válasz alakul ki. A másik mechanizmus pedig a úgynevezett emlékeztető, hogy a szervezet emlékszik arra, hogy ezzel az antigénnel már találkozott, és egy újabb találkozás esetén sokkal gyorsabb immunválaszt fejt ki ellene. Tehát egyrészt a már meglévő és termelődött ellenanyagok, másrészt pedig az úgynevezett emlékeztető memória az, ami egy erős immunválaszsal tud reagálni egy újabb fertőzésre. Mivel ugye 2007-ben kezdődött oltások, az első tapasztalatok úgy gondolták, hogy ez egy ilyen 5-10 évre szóló védettséget nyújt, de ahogy telik az idő, egyre inkább az a álláspont, hogy sokkal továbbra szólnak ezek a védőoltások. Ami még nagyon-nagyon fontos, hogy ugyan ezek a védőoltások csökkentik a méhnyakrák megbetegedésének a valószínűségét, mivel mondtam, hogy rengeteg HPV vírus létezik, és vannak azok a magas kockázatúak, és az oltóanyagban a bivalens oltóanyag, az 16-18-as, az egyik leggyakrabban előforduló vírusok ellen történt. Tehát ugye, bocsánat, elmondta itt interjú előtt, tehát igen, hogy értsék a nézők, hogy kétféle védőoltás létezik. Igen. Az egyik a bivalens, erről igen, beszélt igen, most. Igen, a másik a quadrivalens. De most egyelőre azt szeretném tisztázni, hogy a magas kockázatú vírusok között a leggyakoribb a 16-18-as. Ez körülbelül 70-80%-ba fordul el a Magyarországon élő nők körében. Tehát azt jelenti, hogy körülbelül 70-80%-os várható védettséget nyújt, tehát nem teljes a védettség a védőoltás követően, de továbbra is szükséges az évenkénti úgynevezett rákszülés, csak nagy mértékben lecsökkenti a méhnyakrák kialakulásának a valószínűségét. Illetve megfigyeltek egy olyan jelenséget, hogy keresztreakció, keresztvédettséget ad más magas kockázatú vírusok ellen is, például a 31-es onkogén vírusra is mutathat védettséget, így körülbelül egy 80-90%-os védettséget nyújt a méhnyakrák ellen, akár az egyik, akár a másik védőoltás. Nehéz eldönteni, hogy melyik mellett tegyen voksot az ember, ugyanis akkor a két védőoltás közötti különbség, ugye a bivalensnél a 16-18-as, a quadrivalensnél ugyancsak a 16-18-as magas onkogén kockázatú vírus ellen oltunk, viszont a quadrivalensben egy úgynevezett 6-os, 11-es a vírusos szemölcsök, mint a leggyakoribb ez a heges függő vagy kondilóma elleni oltóanyag is tart, vagy ezt a vírus elleni védettséget is tartalmazza az oltóanyag.
ennek is van bizonyos jelentősége, mert ezeknek a vírusos szemölcsöknek a előfordulása viszonylag elég gyakori, és akkor így egyben ez ellen is védene. Mind a kettőt be lehet adatni magának egy nőnek, vagy mind csak az egyiket? Mind a kettőt. Egyéni döntés kérdése, illetve az ajánlónak a felelőssége, hogy melyiket ajánlja. Leghamarabb mikor lehet beadatni valakinek egy ilyen védőoltást? 9 éves kortól már lehetséges. Azt szoktuk mondani, hogy a nagymamák már ajánlhatják ezt a unokáknak. Az anyukák pedig ebbe az akcióban, én azt szoktam mondani, ha itt ingyenesen megkapják, akkor az anyukák is, ha megvásárolják, akkor gyakorlatilag ez egy 50%-os árleszállításban meg lehet oldani. Felnőtt korban, tehát mondjuk aki már ugye túl van a 13 éves koron, nem kapott még soha ilyen védőoltást, akkor hogyha elmegy mondjuk a nőgyógyászához, akkor beadathatja ezt, vagy előtte le fogják szűrni a HPV-re? Természetesen leadathatja. Nem szükséges leszűrni HPV-re. A citológiai vizsgálatot érdemes elvégezni, hogy nincs-e annak a stádium, valamelyik stádiát megelőző stádiumban, és azt követően egész nyugodtan beleadhatni a szexuálisan aktív időszakig, egészen 50 éves lehet alkalmazni. Van-e ismert mellékhatás ennek a védőoltásnak? Minimális, csak mint egy oltás azoknak a mellékhatása létezik. Tehát mivel nem legyengített vírus tartalmaz, ezért nem okoz megbetegedést. Nyilván valamelyest a leggyakoribb egy kis émelgés magától az oltástól. Hát nagyon sokan félnek, ugye pedig csak egy kis csípés, de rengetegen félnek a tűtőtől, hogy egy nagyon pici kis fájdalom fogja érni. A leggyakoribb inkább ezzel kapcsolatos mellékhatás lehet. Természetesen, mint minden más, erre is lehet, alakulhat ki erősebb érzékenység, de hát az gyakorlatilag, azt tudom mondani, a vajas kenyére is lehet valaki érzékeny. Tehát akkor nincs ilyen, hogy esetleg meg, mert ugye influenza védőoltással kapcsolatban is lehet mindig rémhíreket hallani, hogy belehaltak, megvakultak, lebénultak, tehát nincsenek ilyen. Nincs, abszolút nincs, nem kell ettől tartani, és nem kell félni. Mi az, amit tudna mondani a hölgy nézőknek, a televízió nézőknek, hogy mi a legfontosabb egészségük megőrzése érdekében egy nőgyógyász szemével? Hát sok munkatársam és szakdolgozó megkérdezte az elmúlt hetekben tőlem, hogy hát a gyerekem most hetedikes, hogy beadassam ezt a védőoltást, és azt mondtam, hogy igen. És nem kérdeztek többet, elfogadták ezt. Ezt tudom ajánlani. Nagyon röviden és nagyon határozottan, hogy igen. A felelősséggel döntsenek a gyerekük érdekében. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezeket a fontos információkat. Nagyon szívesen máskor is. Kedves nézőink, megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket munkatársaim nevében is. Hívjanak bennünket, írjanak nekünk, és akkor is telefonáljanak, hogyha bármi rendkívülit látnak az utcákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek visszavárjuk Önöket.